kolbász ízesítő verseny, karcagi házi kelt tésztás sütemények, 100 méteres kolbászt sütöttek, segítsünk együtt! Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 28-án 18 óra 5 perckor. Huszonhárom karcagi és környékbeli csapat vállalta a karcagi kolbász ízesítő versenyen a megmérettetést. Természetesen itt voltak a korábbi versenyek győztesei, akik a címük megvédéséért szálltak harcba a többiekkel, és voltak fiatal, feltörekvő csapatok is a régi, rutinos kolbásztöltők mellett. A Hubai Erika vezette zsűri a kóstolások után eredményt hirdetett. A kemény magcsapat harmadszor lett győztese a megmérettetésnek. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint egy jó disznótornak a kolbász a koronája. Disznótornak a kolbász a koronája, de egy jó májas hurka, egy jó disznótoros káposzta, reggel a hagymásvér, vagy ami gyerekkoromban a hónai pecsenye, utolérhetetlen és leírhatatlan. Ez egy kicsit másabb egy kolbász ízesítő, mert igazából csak olyan, mint egy koronája a disznótornak, de mindenképpen látszik az, hogy nagyon fiatalok, idősek, nagy örömmel vannak itt, és hát a karcagi kolbász olyan, hogy jó sójának, borsának, jó fokhagymás legyen, és emlékszem rá, amikor gyerekként még vittük a 10 órait az iskolába, aki házi kolbászt hozott, az egész osztályterembe a fokhagyma illata bejárta, és hát egy jó fokhagymás is legyen. A jó karcagi kolbásznak ilyennek kell lenni, ja, meg remélhetőleg jó hosszúnak. Én inkább a hagyományos kolbásznak vagyok a híve. Nem félek a kísérletezésétől sem, de azért a jó húst elrontani mindenféle egyéb dologgal, a kolbásznak kolbász ízének kell lenni. Én azt gondolom, hogy ezen nem kell változtatni. Ha valaki mást akar készíteni, de azt ne nevezze kolbásznak. Szerintem a szerencsédió nem illik, meg szegfűszeg, meg mindenféle. Ez egy érdekes kísérlet, csak azt már nem kolbásznak hívják. Szepesi Tibor polgármester örül a rendezvény iránti nagy érdeklődésnek. Hagyományosan így hirdettük meg annak idején is, hogy ne csak a kolbász ízesítés, hogy a hagyományos disznótoros hangulat jöjjön vissza, hanem a hozzá kapcsolódó különböző hagyományok is, hogy a pálinka főzés, a pálinka kóstolás, a reggeli szúrópálinkának az illata, íze, és hát természetesen az ilyenkor elmaradhatatlan keltészta, a Ferdinánd, és minden olyan, ami Karcagon, Karcag környékén hagyományos. A hagyományos kolbásztöltésen kívül, ahol ugye elsősorban az ízek versenyeznek egymással, hiszen minden mást kapnak a csapatok, és tudnak egymással recepteket cserélni, barátkozni, kocintgatni szomszéd csapatok. Természetes, hogy mindenkire gondoltunk, tehát egészen a gyermekektől a felnőttekig mindenféle olyan kulturális program besűrűsödik ebbe a napba, hogy mindenki megtalálja a számára a kedvezőt, élvezetest, úgyhogy mindenki jól érezze magát a mai napon. Ezeknek a rendezvényeknek az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb célja az, hogy apáról, fiúra, nagyapáról, nagyszülőkről, unokákra szálljon az a tudás, amelyet ők megszereztek. Úgy a kolbász ízesítésben, a disznótorban, a pálinka főzésben, vagy ugye az utóbbi években a keltészta sütésben, a sütemények elkészítésében. Hiszen nem csak a férfiak, hanem a nők is tudnak jeleskedni egy-egy alkalommal egy-egy ilyen rendezvényen. Úgyhogy mindenkire számítunk, a fiataltól a legidősebbig. Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke szerint a legtöbben gyermekkorukból hozták a kolbásztöltőre azokat a technikákat, a fogásokat, a receptúrát, amivel a finom házi kolbász elkészíthető. Nem csak azért fontos, mert a hagyományokat életben tudjuk tartani, hanem azért is, mert tudjuk, hogy mit teszünk. Napjainkban egyre komolyabb jelentőséget tulajdonít mindenki annak, hogy tudja, hogy honnan származik az az élelmiszer, amit fogyaszt, és a legjobb, hogyha a termelőtől a lehető legközelebbről a legrövidebb út megtételével kerül hozzánk az élelmiszer, és ezen belül különösen a húskészítmény, ami egy nagyon komoly és bizalmi termék, olyan készítmény, amit otthon is el tudnánk készíteni, de azért ahhoz fel kell készülni, ahhoz kalákába össze kell állni, de maga a disznótor vagy a kolbász készítés hagyománya egyébként is együtt tartja a családokat, összehozza a családok távolabbi elő rokonait is. És azt szeretném, hogyha minél több fiatal elsajátíthatná, és látom, hogy a csapatok tele vannak fiatalokkal, tele vannak középkorak és idősebbekkel is, tehát a hagyományok tovább örökítése itt a Nagykunsában
nagyon fontos, és különösen a disznótoroshoz fűződő hagyomány, ami itt Farsang idején a húsvét előtti készületeket jelenti számunkra, és amikor eljön a bőt, és később majd a húsvét, akkor azokat a finom ízeket tudjuk majd húsvétkor előcsalogatni, amikkel most a Farsang idején megbirkózunk, és amiket a kamrába beakasztva várunk, hogy szépen szikkadjon, várunk, hogy finomabbnál finomabb és örömteli estékkel örvendeztesse meg bennünket családi körben. Nagy György Jenő, a Birkafűzők Egyesületének elnöke szerint az ő kolbászuk a legjobb. Hagyományos ízet is csak készült, amit otthon megszoktunk, család mindig tudta, hogy ebben a 10 kg kolbászban hány deka borsot, hány deka sót, hány deka paprikát kell tenni, ezt most is tartjuk is. És azt gondolom, hogy az első alkalom győzteseket, az első kolbászízesítő verseny győzteseként, hogy nem is változtatunk ezen a nyerő szérián, most is ugyanezzel készültünk. Botlik Imréné a kisújszállási, Illési Sándor baptista középiskola szaktanára a 9-es tanulókkal érkezett a versenyre. Ővelük állítottuk össze, megkaptuk a darált húst, és akkor azt befűszereztük. Otthon már előtte azért megbeszéltük, hogy mégis milyen ízeket szeretnénk. Aztán mindenki jó kedvűen dagasztotta, amennyire csak tudta, és akkor megkevertük, azután nekifogtunk a töltésnek, 60 centit leadtuk, aminek örültünk, hogy na megvan az eredménye, és most meg a sok kis apró kisebb szeleteket töltünk, és akkor azokat majd megsütjük tárcsán, meg aztán még ami marad, aztán majd meglátjuk, mennyi vendégünkre szétosztjuk. Előtte valónap már sütöttünk egy kis pogácsát, készültünk a díszítésre, hogy a dizájnunk is jó legyen. Azért valahogy képviseljük az Illési iskolát, meg magát kisújszállást. A Karcagi Szakképzési Centrum csapata Moldován György Zsolt főigazgató helyettes vezetésével egy különleges toulouse-i kolbászt is töltött. Toulouse-i kolbász a neve ennek a kolbásznak, ez egy fehér kolbász, Franciaországban nagyon közkedvelt, az értesülések szerint minden hentesnél lehet kapni, lényegében darált hús kell hozzá, szerecsendió, 2 deci fehérbor, só és egyéb fűszerek. A Kemény Mag csapatából Ling Robert elmondta, a csapat törzs tagjai 4 családból alakultak. Korábban önkormányzatnál dolgozó hölgyek alapították családtagjaikkal, hatósági csoport néven. Hát már 2-szer megnyertük ugye ezt a versenyt, bízunk a legjobbakban. Úgy érezzük, hogy jól sikerült, de majd a zsűri eldönti, hogy ő nekik, hogy ízlik a eléjük tárt termék. Van valami titok, vagy csak a hagyományos ízesítés? Csak a hagyományos ízesítés. Semmi olyan, nem tettünk bele ilyen szerecsendiót, meg mit mások. Só, bors, paprika, aztán ennyi. Nagy Imre a Nagy Lévai család képviseletében szintén arról számolt be, hogy semmi különleges fűszert nem használnak, és a hagyományos módszerrel készítik kolbászaikat. Őrölt kömény van az egyikben, másikban csak egész kömény. Próbaképpen, hogy melyik, hogy viselkedik majd a sütés közben, kíváncsi vagyok rá. És hogyan érzi egyébként, melyik lett ön szerint a jobb? Még nem tudom, mert töltésnél ugyanazt a szint kaptuk vissza, mint amit próbáltunk kihozni ebből a fajta paprikában, amit szeretnénk használni, amit nem csak a kolba töltök paprikát, hanem a birkafőzésnél is ezt a fajta paprikát használom már jó ideje. Alig kell bele, nagyon-nagyon kevés kell például a birkába is, meg a pörköltekbe is, és mégis nagyon jól színez. Barta Mihály, a BM Baráti Társaság tagja szerint az ő kolbász receptje annyira titkos, hogy a csapat tagjainak sem árulta el. A verseny kihirdetése óta készülünk a versenyre, eldöntöttük, hogy jelentkezünk. A kolbászt úgy készítettük, hogy tehát a felkészülés volt inkább egy picit hosszadalmas, de a kolbász receptje az úgymond titkos. Tehát a fiúk mindig hozzám jönnek disznótorba, én megyek hozzájuk disznótorba. A receptet nem árulom el senkinek, a recept az az én titkom, és itt is úgy történt, hogy előre összekészítettem a fűszereket egy dobozba a saját receptem alapján, és így csak rá lett szólva. Tehát ők sem tudják, mi a pontos recept, azt csak én tudom, és nagyjából ennyi a titok. Mi a titok? Kérdeztük Kovács Zoltántól, a Tűzokádók csapat tagjától. Egyetlen titkunk az, hogy
ez egy baráti társaság, és a megfelelő fűszer mennyiség mellett a jó kedv és a jó hangulat az, ami részünkre garantálja a sikeres kolbász ízesítést. Igazság szerint 2 évvel ezelőtt már ugye részt vettünk ezen az eseményen, akkor belekóstoltunk ennek a hangulatába, és tulajdonképpen akkor meg is erősített abban minket, hogy ha csak lehet, és egy mód van rá, itt leszünk, és jól érezzük magunkat. Könnyű helyzetben volt a kolbász ízesítő verseny zsűrije. Erről kérdeztük Hubay Erika elnököt. 23 kolbászt, vagy kolbászféleséget hoztak fel nekünk a terembe, és ugye hát 8-an voltunk rá, de ugye mivel lényegében kolbász, és akkor ugye az ízesítésük nagyjából ugye megegyezik az ízvilága, így elég nehéz volt eldönteni, hogy melyiket válasszuk. Volt különlegesség, 2 is, ami számomra az volt végül is, meg itt szerintem mindenki számára. A 23-ból volt 2, és akkor volt egy, ami karcagi ízvilágú lenne, és akkor ugye abban nem volt fűszerpaprika. Egyébként a fűszerek meg az ízesítése az a lényegében ugyanaz volt, mint a többi, csak ugye a fűszerpaprikát nem rakták bele. És volt még egy, az a francia ízvilágot képviselte, az a szerecsendió fehér bor, és abban sem volt fűszerpaprika, tehát ezt az ízt képviselte. Én úgy gondolom, hogy maga az ízhatása nem volt rossz. Nekem egy kicsit a só hiányzott belőle, bár a franciák szeretik ugye az édeset, ez köztudott. A szerecsendiót tolták egy kicsit túl, de maga az összhatása, én úgy gondolom, hogy nekem íz lett. A házi keltésztás sütemények versenyére 19 süteményt neveztek a karcagi és püspökladányi versenyzők. A zsűri tagjai voltak Lacik Dénesné, a Kerekcipó Kft. Ügyvezetője, Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője, és Daróczi Erzsébet újságíró. A zsűri nevében Daróczi Erzsébet, a Karcag Televízió munkatársa ismertette az eredményeket. Mint elhangzott, külön öröm, hogy a hölgyek mellett volt egy férfi versenyző is. A legfiatalabb nevező 17, a legidősebb 92 éves volt, és 2 anyalánya sütemény is megmérettette magát. Külön öröm volt számunkra, hogy olyan süteményeket is felelevenítettek, amelyek már feledésbe merülnek, hiszen így például kóstolhattunk rakott kiflit, buktát, és hát természetesen ott volt a jellegzetes karcagi sütemény, a Ferdinánd. Többen készítettek pogácsát, volt sajtos, tönköly búzás is, sőt még gluténmentes süteményt is kóstolhattunk. A zsűri 2 külön díjat is adott. Lacik Dénesné, a legfiatalabb 17 éves Mátyus Boglárka, Daróczi Erzsébet külön díját a 92 éves Somogyi Péterné kapta. Mátyus Boglárka 17 évesen a legfiatalabb versenyzőként kapott külön díjat, amelyet Lacik Dénesné ajánlott föl. Ő a Sámán papucsát készítette el, melyhez maga készített egy kosárkát is. A legidősebb versenyző, Somogyi Péterné 92 évesen volt, ő az általam felajánlott könyvcsomagot kapta, és természetesen Ferdinánddal indult a versenyen. Az anyalánya versenynek volt egy érdekessége, hiszen Szabóné Szilágyi Szilvia kiemelt aranyat kapott a Ferdinándra, és az ő lánya Szabó Szilvia szintén aranyat kapott a kelt rakott kifliével. A zsűri 6 arany, 7 ezüst és 6 bronz minősítést is átadott. A versenyen maximális pontszámmal kiemelt arany minősítést vetett át Ferdinándjáért Szabóné Szilágyi Szilvia. Az arany minősítéshez a díjakat az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester adta át. A karcagi kolbász ízesítő verseny keretében a karcagi Konok-Kunok csapata 2 rekordméretű 100-100 méteres kolbászt is sütött Juhász János vezetésével. A 2 nagy 200 méteres kolbász pillanatok alatt elfogyott. Gyakorlatilag a megnyitóra 10 órára elkészült, és aztán kezdték osztani, és 11 órára gyakorlatilag elfogyott, elkapkodták, mondta Juhász János. 200-100 méter kolbász sütöttünk, teli volt mind a két sütő, ez mind a két sütő 2 méter átmérőjű, erre ment rá. Én azt mondom, hogy finom karcagi ízesítéssel készült, karcagia készítette a kolbászt, és én azt mondom, hogy tényleg, hogy finom volt. Mennyi alatt sült meg? Egy 45-50 perc elég volt. Igaz, feltámadt a szél, ez úgy néha megnehezítette a dolgot, meg a csöpögő zsír. Ki kellett a faszenet húzni a sütőszerkezet alól,
megvártuk, még lelankad a tűz, visszatoltuk, de egy órát számol az ember, és azt mondja, hogy kész. És körülbelül mennyi húst használtak föl hozzá? Hát én szerintem egy olyan 150-200 kiló között van a felhasznált hús mennyisége. A kolbász kicsit ízesebb, fűszeresebb volt, mint amit otthon készül. A fokhagyma mellett a bors kicsit több volt benne, és került bele kömény is, mert Karcagon szeretik a kolbászban azt is. Ez jó ízesítése volt. Annyit kértünk, aki csinálta, hogy egy kicsit ízesebb, fűszeresebb legyen. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült. Most mondjam azt, hogy nem volt az a idézőjelben büfögős fokhagymás, bors az kicsit több volt bele, meg kértük, hogy tegyenek bele köményt, mert itt Karcagon azért szeretik a köményt is bele, és én azt mondom, hogy tényleg a helyén volt a kolbász, soha rosszabbat. A csapat tagjai Kun Laci, Pandur Zoltán Juhász Ági, Csontné Julika és Kacsándi Pisti, és én voltam ma, mondta Juhász János, és segített még az osztásnál Kun Laci felesége is. Posztós Gábornak nagyon ízlett a kolbász. Nagyon finom, igazán karcagias ízesítésű, kellemesen átsült, nagyon finom lett. És ön is otthon hasonlóképpen ízesíti a kolbászt, hogyha töltöttek régebben? Igen, szegény apósom, ő már nem él, vele disznótoroztunk nagyon sokszor, és azt a receptet azért sikerült megszereznem, és otthon mi is néha-néha töltünk azért kolbászt. Segítsünk együtt a háború elől menekülőknek. Karcagvárosi önkormányzat gyűjtésszervez a bajba jutott emberek megsegítésére. Tartós élelmiszer, konzervek, alapvető higiéniai termékek és ruházat gyűjtésében várunk felajánlásokat. Felajánlásokat a Karcagi Több Célú Kistérségi Társulás, Szociális Szolgáltatóközpont, Karcag, Bajcsi Zsilinszky út 6 szám alá várják, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között, illetve a Karcagi Polgármesteri Hivatal Kossuth tér 1 portájára munkanapokon 8 és 17 óra között. Anyagi hozzájárulás esetén hívható a 1357-es nemzeti segélyvonal, amelynek hívásával 500 forinttal lehet támogatni a Híd Kárpát aljáért összefogást. Ezen kívül egy számlaszámot is nyitott a kormány az adományoknak, melynek számlaszáma 11, 71, 17, 11, kötőjel 22, 22, 22, 22, áll Szepesi Tibor, polgármester, televíziónknak eljuttatott közleményében. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!